A tea az maga a növény, a latin neve a tea. Pejoratív értelemben ma minden teának nevezünk, amiből áztatunk valamit. Egy gyógynövény, áztatást, utáni folyadékot teának nevezünk, pedig ez nem tea. Francsics István, a Múzeumház teázó tulajdonosa mesélt a médiaklub tagjainak a több mint 5000 éves kultikus cserje és az abból előállított finom nedű a tea történetéről csütörtökön a teázó különleges milliójében. A vállalkozó 50 éve foglalkozik szakmailag és hobbi szinten a Kínából származó növénnyel, mely csak az 1600-as években vetette meg lábát Európában, akkor is zöld tea formájában. A tea történelemre és társadalomra gyakorolt hatása sem elhanyagolható, elég ha az ópiumháborúra vagy a bosztoni tea délutánra gondolunk. Mély története van a teának és a tea által kiváltott különböző társadalmi folyamatoknak. Ezt nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt egy kicsit feleleveníteni is. Hosszú-hosszú idő kell ahhoz, hogy visszatérjen a társadalmi életbe, akár egy kávéházi életnek a mintájára az, hogy a tea, az nem egyszerűen egy ital, amelyet megiszunk és melegít, hanem a tea az a társadalmi kultúra része. A médiaklub tagjai az est folyamán meg is kóstolhatták a finom nedűket. Először egy klasszikus zöld tea, majd fehér, fekete és sárga tea is került a csészékbe. Abban mindenki egyetértett, hogy az aromákban gazdag italoknak nem lehet ellenállni. A tea nem egyszerű áru, ezért azt gondolom, hogy minden olyan, amit a teáról tudni kell, azt egy jó eladónak és egy jó teakultúra terjesztőnek tudni kell. Ez tulajdonképpen a mi filozófiánk, hogy ha bejön hozzánk egy kedves vevő, akkor ott nem egyszerűen csak egy árut adunk el, hanem a teakultúrával szeretnénk egy kicsit őt megitatni. Ma India a legnagyobb teatermelő, a második helyen Kína, a harmadikon pedig Ceylon, azaz Sri Lanka szerepel. Bár az időjárási feltételek hazánkban nem teszik lehetővé termesztését, fogyasztani bárhol és bármikor lehet, sőt szervezetünkre gyakorolt jótékony hatása miatt ajánlott is.